hatalmas örömömre, kész a babaszoba. Ugyan most megmutogatom. Sziasztok! Jól leülök, kitáltatunk. Ez a Zsufi szoba, mert ugye az az eredeti tervünk, hogy gyermek már nem ide születik, hanem a házba, és addig azzal elkészülünk. És ez tökéletesen haladt is. Egy hajszál választott el attól, hogy igazából ez a terv sikerüljön, de long story short, nem ebbe a videóba akarom elmesélni. A lényeg az, hogy az Esztrik betonosok lespórolták az anyagot, amit kellett volna, így viszont megakasztották az építkezést, és csúszni fogunk pár hetet, ami úgy néz ki, hogy nem fogunk tudni beköltözni. Úgyhogy a Zsufi szobát átalakítjuk. Én csináltam kettő tervet a fejembe. Ezt most nem fogjuk tudni 100%-ra megcsinálni olyanra, mint amit szerettünk volna, hogy majd hogy nézzen ki az gyerekszoba, de minden esetre most minden ilyen izét, mindent, amit csak így ide lett halmozva, hogy jó, ebben majd ez kerül, meg az kerül, most ezt innen mind ki kell vinni, azért, hogy utána majd mindent visszarendezzünk. Úgyhogy ebbe a szobába túl sok mindent nem marad, marad egy ágy, egy komód, és mi marad? Ja igen, bekerül egy kanapé, vagy hát nem kanapé, ilyen kis szoptatós kanapé, majd meglátjátok és megértitek, miért nem tudom elmagyarázni, legalábbis remélem. Illetve ugye egy csomó apróság, ami még itt, amit van, meg mindenféle dekortárgy, amit vettünk, hogy milyen szép lesz a szobába, azokat itt megpróbáljuk majd így elhelyezgetni. Ezt az ajtót valahogy ki kéne támasztanom, mert annyi cucc van mögötte, hogy nem bírom normálisan kinyitni. Szépen kihordok mindent. Annyi cucc van itt, hogy ezt az asztalt már ezer éve nem tudom munkára használni. Ettől is most itt megválunk, mert ez itt már nem kell. Biztos, hogy már nem fogok tudni mindent befejezni, mert olyan hamar el fogok ebbe fáradni. Hú, asztalom. Akkora hasam van, mindig meglepődök rajta, hogy állok, és így mekkora hasam van, és a 12 hetesen így álltam, hogy ú, milyen nagy hasam van. Na majd most Filipnek a kicsányát kivisszük innen. Jobb, ha nem látjátok, mi van az ajtó mögött, mert ott kuplerá, inkább úgy mondanám. Na, szerencsére ez az asztal nagyon könnyű. Ezt innen most kiviszem. Jobb is, hogy az Alex nem látja, mert meglátja, hogy cipekerek, meg pakolok, majd biztos ide fog jönni, amikor meghallja, hogy mit csinálsz? Mit csinálsz itt este? De egész nap pihentem, aludtam, olyan fáradt voltam, és most így este fél hétkor eszembe jutott, hogy ezt a szobát most azonnal akarom átrendezni. Kisebb férek az ajtó nyalsommal. Összefogom a hajam, nem bírom tovább. Oké. Már is több a hely. De jó. A babakocsi, juhu! Annyira imádom, úgy várom, hogy ezt tologassam. Ja, amúgy ráraktam a babakocsira egy ilyen kis csörgő cuccot, és imádom ennek a hangját. Annyira jó hangja van, ha így rázogatom itt a hasamnál. Akkor megszereti, ha már most hallja. Nem így működik, mi? Tiszta ferdék vagytok. Nagy buli volt tegnap, mi? Ezt ideje berakni az autóba, legalábbis mi már azt beszéltük, hogy be akarjuk rakni ezt az autós hordozót mindenképp. Ugye ezt amúgy én ki is viszem. La. Hopp, egy ten a lady. Ez az izofixes talp nehezebb, mint maga az ülés. Van egy bölcsünk, ez az ágy mellé fog kerülni. Itt van pár ilyen pici ruha, meg egy-két dolog, ugye a bölcsőhöz. Ilyen vízálló, matrac takaró, meg egyebek, meg itt. Hát itt csomó minden, lényeg, hogy ez a bölcső az ágy mellé fog kerülni. A kis ágy, ez a rácsos, ez pedig marad itt. És vagy ott, vagy itt, ezt még nem tudom. Elrendezésben kettő tervem van, hogy ez a rácsos ágy marad itt, és ide fogom betenni ezt a pelenkázó komódot, és akkor praktikus, hogy itt lesz mellette, csak át kell emelni, stb. És azt a szoptatós kanapés dolgot, azt meg berakom valahova ide. A másik tervem az, hogy az ágyat beteszem oda a bölcső helyére, ide teszem be ezt a kis kanapét, és a komódot, azt pedig így oda. Miért megkérdezem Alexot, hogy neki még tetszik jobban, hogy meglátjuk? Gondoltam, hogy ide berakjuk a pelenkázó komódot, aha, és nem ott lesz az ágy, hanem mellette lesz az ágy. Jó, akkor az első variációt mondod. Ezt is kiviszem. Olyan pici lesz. A költözés megkönnyítése véget, egy csomó minden még dobozban van, hiszen nem akartam kipakolni, mert így könnyebb átvinni. Le, akkor kipakoljuk. Szóval, az nem tetszik, hogy ez itt van, úgyhogy átrakom a túloldalra, mert így azért mégiscsak szebb lesz. Találtál egy fúrót? Juhú!
Tegnap elég sokáig sikerült eljutni, mint látjátok, átkerült ide a komód, az ágy, illetve bekerült ez a kis kanapé, és akkor még azért van egy-két dekorálás, itt van egy teljesen nagy üres fal, ott is, úgyhogy igazából elég sok dolog van. Innen kipakoltam, és betettem ezt a kis szekrényt ide, amiben igazából az én dolgaim vannak. A kukát még kisebb bontottam, ezt is csak így ide pakoltam, úgyhogy így egy-két dolgot próbáltam elrendezni, de most az a terv, hogy ezt ma véglegesítem. Illetve itt is van még pár dolog, ebben minden olyan kütyű, cumis üveg és egyéb ilyenek vannak, amiket még ki kell nyitni, meg próbálni, meg ilyesmi. Úgyhogy így ez része már egész jó, itt még azért vannak ilyen kis elbújt dolgok. Ide cipeltem ezt a monsterát, és az lenne a tervem, hogy ezt ebbe fogom beletenni. Ez egy nagyon régi monsterám, folyamatosan nő, most hozott egy csomó új hajtást. Már nem is tudom, hogy hova tűzzem szegényt föl. Fogok szerintem venni egy ilyen nagyobb kókuszrostot, és akkor ahhoz át fogom tűzni, de minden esetre belepróbálom, egyáltalán belefér-e. Ó, tökéletes. Jaj, de jó! Biztos, hogy ez a monster nagyon boldog lesz, mert imádja a meleg napfényes helyeket, de hát mindenképpen fel kell tűzni szegényt, akkor olyan jó lesz ezt nézni, mert imádom ezt a növényt, és ránézek, és így olyan boldog leszek, mindig nézem, hogy de szép, egy újabb újhajtás. Úgyhogy igen, mondjuk lehet át is kéne ültetnem. De most ez marad itt így. Egy izgi projekt, hogy beüzemeljük a légzésfigyelőt, ezt mindenképpen szeretném még nagyon időben megcsinálni, aztán ide betenni, hogy tuti működjön. Úgyhogy ugye ebből egy van nekünk, és az a terv, hogy ugye éjszaka mindenképpen mellettünk fog aludni, úgyhogy szerintem ezt nem ide a rácsos ágyba fogjuk betenni, hanem a bölcsőbe az ágy mellé, hiszen ott fog igazából aludni, és ide pedig, hogyha úgy van, akkor beteszem, vagy igazából szerettünk volna itt is egy ágyat, hogy itt legyen egy kerek egész szoba, de minden esetre mellettünk fog aludni. Ahogy beszélek, érzem, hogy kezd elfogyni a levegőm, ami amúgy nagyon fura, mert a mindennapokban ezt nem érzem, de amikor videózok és elkezdek beszélni, akkor tökre az az érzésem, hogy nincs levegő. Annyira szeretem ezt a komódot, nagyon praktikus, mindenképpen olyat szerettem volna, amiben minél több fiók van, és egyébként ezt itt már be is rendeztem, hogy itt legyenek a pelenkák, törlőkendők, amit azt gondolom, hogy rögtön kelleni fog. Ebből azért sok minden majd ide ki fog kerülni, okkal van itt ez a két kosárka. Aztán itt van egy csomó ruha, vagy hát igazából az összes ruhája itt van. És akkor lentre még tettem egy-két dolgot, ilyen textilpelenka, meg olyat, amit amúgy nem tudtam még máshova tenni. Kibontottam a kis pingvint, úgyhogy ez lesz itt az éjjeli fény. Ez a pelenkázó szivacs hatalmas szerelem mindkettőnknek. Kinéztük a honlapon ezt a base szint, úgy voltunk vele, hogy ez fog a legjobban passzolni ez a komódhoz. Nem volt a vágyunk, hogy egy nagy base szoba legyen, igazából nálunk a zöld volt, ami ilyen nagy bekattanás, viszont ennek azért örültünk nagyon, mert bementünk az üzletbe, és nem volt ez a bézs, és a honlapon is az volt kiírva, hogy elfogyott. Volt kék, meg rózsaszín, de az egyáltalán nem passzolt a szobába, volt még más típus, és akkor megkérdeztük SOS-ba, hogy nincs-e valahol egy darab elfekvő, vagy ilyesmi, és akkor a hölgy mondta, hogy átkutat mindent, bement a raktárba, és akkor megtalálta ezt az egy darabot, úgyhogy hatalmas az öröm. A kis sztori elmondása után, akkor így ünnepélyesen kibontom ezt. Sima pelenkázó szivacs, viszont teljesen tökéletesen ide belepasszol. És az apró részletek, amire igyekeztünk figyelni, hogy egyébként ebbe fekete-fehér és ilyen zöld, zöldes-kék csíkok vannak. Szóval, hogy így minden összejön. És a kuka, amit szintén még nem bontottam ki, viszont gondoltam, ezt is csináljuk meg együtt, csak leülök. Be van pipálva, hogy melyik utántöltőt lehet megvenni hozzá, nagyon jó. Ja, mert azt nem adják. Ó! Ez a felső része. Kihúzom az acskót, lehúzom, kötök rá egy csomót, visszarakom ide, becsukom, megfordítom, és itt van egy ilyen kis visszahurkoló dolog, hogy majd nem mozduljon el, és berakom ide. Meggyulladok. Kész! És az a terv, hogy ez akkor itt lesz. Milyen jó lenne, ha ebből is lenne zöld? Ide szeretnéd? Szóval lehet valahogy eltolásba, és akkor itt van ez a... Ez a barna is visszaköszön kicsit ez a szín. Nincs így nagyon bezárva a pelenkázó? Oké is. Először hova tartom? Jövök innen a szívétől. Jó. Mindenki el volt a maga fegyverével. Végül a fehér polc mellett döntöttünk, és akkor a kettő közé fölé kerül fel. Teljesen biztonságosan semmi gond nem lesz, és ide is tudunk még kicsit pakolni ezt-azt. És akkor el is takartam azt. Kész. Ez a kis maci is mehetne ide. Mondjuk lehet a kettőt, mert még meg kéne cserélni. Jöhetnek a képek,
És akkor ezt a képet, meg ide azt a három képet a túloldalra tegyük fel, nem? Csináljuk. Jó. Ezek a képek mennek túloldalra. Várjál, megfordulunk. Szóval itt van ez a nagy üres fal, és akkor ezek a képek ide mennének föl, valahova, valahogyan. Adj. Itt 290-ek vagyunk. Aha. 145 centire fornyos be a keresztet. Akkor tapsifüles. A rabos róka. Róka Bandi. Róka Bandi. Illetve, amit még nem mutattam, az a Babaöböl. Itt az éjszakákat fogjuk tölteni. Egy párszor már említettem, hogy az a terv, hogy mellettünk fog aludni a picurka. Itt még egyébként meg se ágyaztam neki. Viszont rengeteg mindent már ide lentre berendeztem, hogy kéznél legyen, illetve folyamatosan bővítgethessem a dolgokat, hogyha közbe kell valamit ide rakni. És kész! Azt kell, hogy mondjam, hogy kész a babaszoba, és szerintem ennél boldogabbak nem lehetnénk. Imádom ezt a sok zöldet, a növényeket, és igen, direkt öltöztem zöldbe így a videó végére, hogy még jobban passzoljak ide a zöld millióbe. És olyan boldog vagyok, úgy örülök, úgy szeretünk bejönni Filippelbe a szobába, bár most pont nem látjátok, de konkrétan itt fekszik mellettem. Úgyhogy most megmutatom így apránként részletekbe, hogy akkor mi, hogy miként. Ide került a pelenkázó. Ez az egész komód a Mamas & Papasból van, illetve ez a tökéletesen hozzá passzoló pelenkázó alátét is. És ugye mellette így el tudnak férni minden egyéb kis apró csetresz, amire szükség van. Ezekbe beletettem minden olyan fontos dolgot, ami majd itt rögtön, amire szükségünk lesz. Ebbe a fiókba van a gyermek összes ruhája. És mellé tettem a kukát, ugye, amit sikerült itt szépen összeszerelni, és ugye már utántöltő is van hozzá. A komód mellé került egy kis rácsoságy, ezt használtan kaptuk, úgyhogy erről sok mindent nem tudok elmondani, viszont ebből egyelőre van egy kis baba fészek, amit majd nem feltétlen ebbe használunk, hanem ki lehet venni minden. Amit nagyon imádok itt a kis ágynál, az ez a forgó, ez is Mamas & Papasos. Az ágy mellé tettem egy pár könyvet, mindenféle időszakra való kis olvasnivalót, egyrészt tetszett is, meg úgy voltam vele, hogy legyen itt egybe. Illetve ez a kis kanapé, részlet, fotel, bárminek hívjuk, aminek ugye az a nagy plusza, hogy ez tárolós, szóval ezt fel lehet nyitni, és mindenfélet egyébként bele lehet dobálni, úgyhogy ez egy ilyen plusz tároló egység, hiszen az egyetlen itt a szobába az a komód, amit mi beraktunk, ahova a cuccokat el tudjuk rakni. Ide mellé került egy ilyen kis szösszenet. Igazából ez már millió éve megvan nekem ez a bútordarab, és ebbe a szobába volt csak így tárolva, úgyhogy ezt ide leraktam, hogyha bármire szükség lesz, bármit ide tudjak tenni. Illetve a nagy szerelmem, ez a Monstera, amit közben fel is tűztem meg minden, úgyhogy igazából ő itt ékesíti a szobát. És ide föntre Alexa feltettük ezt a három képet, vagyis Alexa, mert csak én csak a sorrendet javasoltam, mert a róka a kedvencünk, úgyhogy azt beraktuk ide középre. És az Urfi végig itt fekszik, ahogy mondtam, úgyhogy amikor bejövök, rögtön ő is jön, úgyhogy biztos, hogy amikor itt lesz a babóc, akkor itt fog pihenni velünk. Annyira boldog vagyok, és úgy tetszik ez az egész szoba, meg a helyiség, meg minden, hogy olyan jó érzés ide bejönni, leülni, és így csak így csodálok mindent, és annyira várom, hogy a kisfiú majd megtöltse élettel ezt az egész kis helyiséget.